Vesztőhely télen. Kit fölvezetnek? Nem tudom. Kik fölvezetik? Nem tudom. Vágóhíd? Vagy vesztőhely? Nem tudom. Ki? És kit öl? Ember öl állatot? Vagy állat embert? Nem tudom. És a zuhanás, a félreérthetetlen és a csönd utána? Nem tudom. És a hó, a téli hó, talán száműzött tenger? Isten hallgatása. Vesztőhely télen. Semmit sem tudunk. Október 23-a, örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármely kicsi is a siker esélye, és bármely nagy is az áldozat, amit megkövetel. John Fitzgerald Kennedy 1960-ból való írásából idézett gondolatokkal köszöntöm Önöket, akik megtisztelték jelenlétükkel az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett nagyközségi megemlékezésünket. Kérem, énekeljük el a himnuszt. Hidegen fújnak a szelek, hidegen fújnak a szelek, hidegen fújnak a szelek, s azok nem jót jelentenek. Hidegen fújnak a szelek, s azok nem jót jelentenek. Szabad élet, szabad madár, szabad élet, szabad madár.
szabad élet, szabad madár, jaj, de szép ki szabadon jár. Szabad élet, szabad madár, jaj, de szép ki szabadon jár. Járnék én is, ha járhatnék. Járnék én is, ha járhatnék. Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék. Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék. Nem vagyok magammal szabad. Nem vagyok magammal szabad. Nem vagyok magammal szabad, kezemen lábamon lakat. Nem vagyok magammal szabad, kezemen lábamon lakat. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát. Lámpámba lángot ne kelljen, korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széllyel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Fújnak a fellegek, szegény hazám felül, sokat gondolkoztam a soraim felül. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát. Sokat gondolkoztam még annak előtte, szegény hazám sorsa el vagyok rendelve. Lámpámba lángot ne kelljen, korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széllyel ne dűljön. Sokat gondolkoztam a régi atyákról, e világon való sok bujdosásinkról. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Adjon úgy is, ha nem kérem, adjon úgy is, ha nem kérem. Hidegen fújnak a szelek címmel Benedek Krisztina és Szita Miklós zenés megemlékezésének első részét láthattuk. Köszönjük szépen! Ünnepi beszédre felkérem Oroszi Sándort, Szada nagyközség polgármesterét. Hölgyeim és uraim, szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek megemlékezni az 1956-os forradalom emlékére. Emlékezünk erre a csodálatos napra, akkor, amikor a nemzet fellázadt a diktatúra ellen. Mi vezetett el eddig? Aki már élt,
az nagyon jól látta, érezte a saját bőrén, tudta. Engedjék meg, hogy egy sajátos visszaemlékezéssel próbáljam emlékeztetni, akik emlékeztek, illetve azoknak elmondani, akik még akkor nem éltek. Ugye egy második világháború után robbadöntött ország, az, amit újjá kellett építeni. Nem is volt ezzel semmi baj. Elkezdődött az újjáépítés, az emberek dolgoztak tisztességgel, becsülettel. Akkor elkezdődött 48-tól egy diktatórikus rendszer, átvette a hatalmat, a háttérbe egy monstrum. A monstrum az 58 millió négyzetkilométeres akkori Szovjetunió és az itteni megszálló csapat. Nyilvánvaló volt, hogy az a rendszer, ami 48 után uralkodott, ezzel a háttérrel mindent megtehetett. Nem volt kontroll. És ezt nevezzük mi ugye a Rákosi diktatúrának. Ez a Rákosi diktatúra itt Szadán hogy nyilvánult meg? Nagyon jól tudjuk, a beadások beadásának a törvényszerűsége, vagy törvénye uralkodott. Aki nem tudott beadni, ahhoz kimentek, elvették, ami volt. Még ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a nép föllázadjon. A nép akkor lázadt föl, amikor önérzetébe, egyéni szabadságába korlátozzák. Hát ez a beadásokkal együtt fokozatosan nőtt, megtörtént, a népet beszorították, nem szólhatott, ha valami mást mondott, mint amit a központ mond. Abban a pillanatban már ütöttek a fejére, elvitték, volt olyan, aki úgy ment el, hogy nem is jött vissza. Volt, akit elvittek, és megfelelőképpen kezeltek, visszaengedték. Szadán is volt egy pár ember, többek között egy kicsit sajátos családi vonás. Oroszi Sándor nagybátyám ugye minden jeles ünnepen be kellett, hogy vonuljon. Mindig bevitték május 1-én, április 4-én, november 7-én. Minden esetben bevitték egy pár napra, hogy biztos, ami biztos, hogy ezeken a ünnepeken, úgynevezett ünnepeken, nehogy valami olyan történjen, ami az akkori hatalmi rendet megzavarja. De ez több emberrel is előfordult, és az egész országban körülbelül ez volt a metodika. Ezek az erkölcsi, a szabadságjobb tiprása, ezek váltották a végén ki az emberekből azt, hogy most már elég. Elkezdett a tömeg elégedetlenkedni. Minél jobban lefolytja a hatalom az emberek véleménynyilvánítását, minél jobban, ugye, hogy neveztük a paternalista állam, ugye, hogy mindent megmondok, mindent én akarok csinálni. Tehát minél jobban ebbe az irányba megy egy hatalom, annál jobban, ugye egy diktatúra érzet jön létre az emberekbe. Ezt az emberek, mint ahogy Kennedy mondta, a szabad gondolkodású emberek, ezt nem viselik el. Elkövetkezett a nagy nap, 1956. október 23-a. Megint sajátos emlékezés, ugye akkor a nyilvános tévéállomás még nem, a Szabad Európa Rádió adta meg a hangot, ő közvetítette az eseményeket, ő tőle tudtuk itt Szadán, akkor nem volt internet, nem volt okostelefon, hogy másodperceken belül tudjuk, hogy Ázsiában mi történt, akkor nem tudtuk. Vagy 17-en, 18-an ott ültünk a kis néprádió mellett a Szekeres János bácsék házán, ott a Szőlőhegyen, a keresztnél. Ott ültünk, és akkor hallgattuk. Mit mond Szabad Európa Rádió? És akkor mondta, hogy Pesten a tömegek gyülekeznek, ez történik, az történik, és harcok kezdődtek,
és mondta a történelmi sorokat, ami akkor október 23-ától megvalósult. Ott egymás között ugye nem úgy mondtuk, hogy a szovjet hatalom, úgy mondtuk, hogy hát a ruszkik ezt nem fogják hagyni, meg hát a varsói szerződés, és az idősebbek, hát én akkor 14 éves voltam, az idősebbek mondták, és az ember fiatalon ott fülelt, hogy miről van itt szó. Aztán elkezdtek mozgolódni a fiatalok is, az én korombeliek, meg az idősebbek, akik pár évvel idősebbek voltak, és hát elkezdődött a környékbe azoknak a belügyi elhelyezési bázisoknak a felszámolása, megtámadása, ami volt Kistarcsán, meg különböző helyeken, és akkor tömegével mentek a fiatalok, és hát felszámolták ott ezeket a bázisokat. Emlékképem az, amikor idejött, ahol most a zebra van, akkor nem volt itt, egy héten egyszer ment egy-egy autó jóformán, egy Csepel teherautó zászlóval. Mondtam is Vécsei László barátomnak, amikor itt voltak a versenytyáziak, egy ilyen 56-os emlékképet idéztek föl, hogy ez valóban megtörtént. Itt állt a Csepel teherautó a zászlóval, és hangos beszélő mondta, hogy aki magyar velünk tart, hát egy jó páron felszálltunk, elmentünk Gödöllőre a régi kapitányság épületébe, az aulába, ott beszéd volt, fegyvert osztottak, és akkor egyik része az Tarcsa felé, másik része Fót felé, a fóti belügyi bázist kellene hát elfoglalni. Na de hát kis kézi fegyverekkel elindultunk a teherautóval, Fótról, ahogy kihajtunk, egy 150 méterre Fóttól egy úttorlasz, és megállunk, nézzük az úttorlaszt, hogy mi várható, hangos beszélőn felszólítanak, hogy forduljanak vissza, és ne közelítsenek. Tétlenek voltunk egy pár, alig volt köztünk olyan, aki komoly katonai képzésen esett keresztül, álltunk. Géppuska tűz fölénk, még mindig álltunk, akkor már egy kicsit szorított a ruha, aztán a kerekekhez, és akkor megint felszólítottak. Elhagytuk a teherautót, és gyalog jöttünk haza. Nem láttuk értelmét, hogy ott halomra lőjenek, mert ott egy nagyon felkészült túlerő volt. Ilyen események. Aztán voltak itt mások is, akik emlékeznek, idősebbek. Légvédelmi ágyút fölvontattak, és hogy Vácról az üzemanyagszállító orosz kocsikat, hogy majd azzal kilövik, hát az első ilyen gépfegyverrel felszerelt páncélozott jármű, az oda suhintott, és hát képtelenség volt velük, irányzék, meg hozzáértés, meg minden nélkül. De megvolt a névbe egy ellenállás. Megvolt a névben az, hogy harcolni akar. És ugye az első követelés, ha visszaemlékeznek, ugye az volt, hogy a szovjet csapatok hagyják el Magyarországot, mint ahogy 90-ben is. Ez volt az egyik legalapvetőbb követelés. Miért? Hát mert ha nincs idegen megszálló erő, tehát nincs háttér a diktatúrának, akkor a magyarok a magyarokkal csak meg tudnak birkózni, és jobb belátásra tudják bírni, mert ugye azt tudni kell, hogy hát nem tudta, a katonaság egy része áttált, a belügyi szervek egy része áttált, a másik része nem. Mert nem tudta, mit tegyen. Ha most odáll, ha nem, akkor áll oda, amikor lehet, agyonlövik. Tehát a rettenetes válaszút előtt állt a magyar a magyarral szemben. Rettenetes válaszút előtt állt. Mindenki szabadságot akart. Mindenki jót akart. De voltak dolgok, amelyek kényszerítő körülményként álltak mögöttük. Nem akarom én a II. Világháborúra emlékeztetni a katonaviselt embereket. Hát ott se volt más választása. A katona az katona, tehát ezeket tudni kell. Kérem szépen, ami
bennem már akkor is gyerekként, de később is rögzítődött, az egy sajnálatos tapasztalás. El fogom mondani. Most még hadd mondjak egy-két dolgot. Szadáról is, hát az én ismereteim szerint, aki valóban kijutott, terveztük felnőttekkel, hogy elmegyünk, akkor úgy mondtuk, hogy diszidálunk. A Szűcs Imre és a Stop János azt mondta, hogy a bírónéni kocsmájánál találkozunk, megyünk. Ők elmentek, a Szántai Sanyival mi kerékpárral bementünk Pestre. Keletibe letettük a kerékpárt, a régi hármason, kaptunk fegyvert akkorát, hogy alig bírtam elvinni. Végigjártam Pest úgynevezett forradalmi utcáit, kivétel a Szénatér, oda nem mentünk el. Végigjártuk 14, Szántai 15 évesen. Vissza a Keletihez visszajutottunk, sok esemény ezzel, önöket nem akarom terhelni. Elindultunk a diszidálás útján, ment vonat Sopronba. Elmentünk. El is jutottunk Sopronig, ott leszálltunk, és egy 30 fős felnőtt társasághoz csatlakoztunk, hogy a zöld mezőn elmegyünk a szabad világba. Igen ám, de a határőrizeti szervek még elég egységesek voltak. Elfogtak bennünket, és Győrbe visszaszállítottak. Győrbe ott voltunk a felnőttekkel egy szobában. Kiválogatták a kiskorúakat, többek között engem is, és fölhoztak a Szöllő utcai 3. gyermekvédelmi intézetbe. Ma is megvannak az iratok erről, meg lehet nézni. Ott szolgáltam egy pár hetet, valamikor november 15-e körül édesanyámnak kellett kiváltani, mint kiskorút, és hazahozni. Sok mindent láttam, tapasztaltam. Egy, ami nagy igazság, hogy a diktatúra nem győzhet, ami nagy igazság, hogy az emberek szabadság érzete mindent fölülír, még akkor is, ha belehal, akkor is csinálja. Ezt akkor gyerekként is megtapasztaltam, és azóta is. Amire utalni akartam az előbb. Láttam, hallottam, tehát saját magam, nem elbeszélésből, ugye az ígéreteket a nyugati, úgymond a szabad világtól, ami engem folytonosan bánt a történelem során, hogy a mi népünket mindig csak hitegették, hogy minket mindig pajsként használtak, tehát mindig jók voltunk arra a töröknél, az osztrák, mindenkinél jók voltunk arra, hogy védő pajsként éljünk. De soha igazán nem segítettek, csak az ígéretek szintjén. Nem kaptunk mi marsalsegélyt. Nem kaptunk mi most a rendszerváltáskor sem adósságelengedést. Nem kaptunk mi a szabad nyugati világtól csak ígéretet. Az ő diplomáciai értesüléseik, az ő titkos szolgálati módszereike. Ma is tudják azt is, hogy én itt mit mondok, tessék elhinni. Nagyon pontos információik vannak. Ma már műholdak, de rengeteg. De akkor is, hát akkor is olyan titkos szolgálati és diplomáciai kapcsolatrendszerek voltak, mindenről tudtak, hogy mi történik az országban. Ők nagyon jól tudták azt, hogy nem léphetnek katonailag ebbe a konfliktusba bele. Tudták, mert az 3. világháborút jelentett volna. Tisztában voltak vele. Az, hogy küldtek egy-két vöröskeresztes kocsival egy pár fegyvert, vagy élelmet, vagy gyógyszert. És ahogy említettem, egy 58 millió négyzetkilométeres monstrum, akinek akkora hadereje volt, mit tudtunk mi ezzel kezdeni? Ahhoz jó volt, hogy azokat a hazafiakat, akik fegyverrel küzdöttek, azokat oda küldjük a halálba. Mert nem történt más,
És ők ezt nagyon jól tudták. De a Kennedy, amit mondott, abból én visszaidézve, ugye, a forradalmár, aki a szabadságért küzd, nem nézi, hogy mit fog veszíteni, ha az életét akkor is megcsinálja. De erre rájátszani, és semmilyen diplomácia, egy olyan lépést, hogy megállítsák ezt a vérontást, nem tenni, ez nagyon nagy bűn. Nagyon nagy bűn a nyugati hatalmaktól, a szabad világtól, és ma sem kellőképpen támogatnak bennünket, ezt kimerem jelenteni. Mondhatnak, amit akarnak, ezt a kis népet hagyják magára. Ha a nagyhatalmak akkor is és ma is akarnának a magyar népen segíteni, igen, megtehetnék. Mert az ő kompetenciájuk volt Trianon, az ő kompetenciájuk a mai világhelyzet, ők tudják alakítani, ha kell az országhatárokat, ha kell a gazdasági létkérdéseket, minden rajtuk múlik. Nekünk egyetlen egy maradt. Igaz magyarnak maradni, szeretni ezt a kis országot, és ha arra kerül a sor, hogy meg kell védeni, ha maroknyian maradtunk is ebbe a Kárpát-medencébe, akkor igenis, újra és újra védjük meg. Isten áldja a magyart. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen polgármester úr ünnepi gondolatait. Következzen Elmegyek, elmegyek címmel Benedek Krisztina és Szita Miklós zenés megemlékezésének záró része. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországról. Visszanéztem fél utamból, szememből a könny kicsordult. Bú ebédem, bú vacsorám, boldogtalan minden órám. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú útporából köpönyeget veszek. Búval és bánattal kézén orosztatom, sűrű könnyeimmel kigomboztattatom. Fúd el, jó szél, fúd el hosszú útnak porát, hosszú útnak porát, s az én szívem búját. Idegen országba, idegen emberek, járok az út,
napon senkit nem ismerek. Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek, s ezen az én szívem, de nagyon keserek. Messze földre megyek, elbújdosom innen, szép szülőhazámat nem látom meg többet. Hazám, hazám, csendes hazám, bárcsak határid láthatnám. Látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötétellik. Édesanyám, gyújtsd gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Édesanyám, gyújtsd gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Hogy egyem egy végvacsorát, melyet édesanyám csinált. Hogy egyem egy vígvacsorát, melyet édesanyám csinált. Ha elmentél, járj békével, rólam se feledkezzél el. Ha elmentél, visszavárlak, s ölelő karomba zárlak. Ha elmentél, visszavárlak, s ölelő karomba zárlak. A fényes nap immár elnyugodott, a föld szintén sötétben maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden ember tér nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. De én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. Midőn ágyra hajtom a fejemet, deszka közé zárom a testemet. Nehéz álom gyengíti lelkemet. A kakas szó elhozza végemet. A kakas szó elhozza végemet. Köszönjük szépen! A megtartó emlékezet koszorúinak elhelyezése következik az 1956-os emléktáblánál. Ezt követően
közös gyertyagyújtás a forradalom és szabadságharc elesett hőseinek emlékére. Ehhez kérem, fáradjanak ki a faluház előtti térre.